Pont eljutottunk a királyi napok feléig, ami azt jelenti, hogy még 5 napunk van arra, hogy együtt ünnepelhessen Székesfehérvár. Köszöntöm Önöket, ez itt az Art Café. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk újra. Most már nehéz számolni, hogy hány év is telt el, anélkül, hogy vagy egyáltalán nem, vagy nem teljes értékűen lehetett együtt Fehérvár polgársága itt a belvárosban elképesztően színes és színvonalas ünnepi programokon. Úgyhogy hát az első kérdés, amit első vendégünkhöz, Cserpakovics András polgármester úrhoz feltehetünk, akit köszöntünk az adásban, nem is lehet más, mint hogy ez a fajta öröm, hogy egyáltalán együtt lehetünk, ez talán még emelkedettebbé teszi az idei ünnepsorozatot. És szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a kedves meghívást, és valóban így van, hogy az ember már nem is tud pontosan visszaemlékezni, hogy mikor volt igazán olyan a királyi napok rendezvénysorozat, amilyennek megszoktuk, megszerettük. Ugye 19 nyara volt a teljes királyi napok, aztán a 20-21 az a pandémia miatt ugye nem úgy sikerült, és akkor hányszor mondtuk azt, hogy reméljük, hogy majd a következő évben már tudunk rendesen találkozni a hagyományos és az új programokon egyaránt. Nagy örömmel látom, hogy ez most sikerült, és nagy öröm látni a hétvégén gyakorlatilag az egész napokra jellemző, de a hétköznap is, még tegnap este is kifejezetten sokan voltak a belvárosa. Hogyha a szlogent mondjuk, akkor szerintem megint igaz volt, hogy megtelt élettel a város. És hát közösségileg együtt vagyunk mindannyian itt Székesfehérvár belvárosában. Igen, hát ez is volt alapvetően annak idején az egyik cél, amikor a királyi napokat kiszélesítettük, hiszen azért ne feledkezzünk el arról, hogy nagyon régóta van ez a rendezvény a városban már, ugye a néptáncnak köszönhető, hiszen ők álmodták meg, és sok éven keresztül a Nemzetközi Néptáncfesztivállal ezt megvalósították, és aztán velük együttműködve, más kulturális közösségeivel is a várossal kitaláltuk, hogy mi lenne, ezt kiszélesítenénk. Így lett ez az a körülbelül másfél hetes történelmi és kulturális rendezvénysorozat, tényleg rengetegféle programmal, és nagy örömmel látom, hogy nagyon sokan csatlakoznak ezekhez a programokhoz, kisebb-nagyobb közösségek, intézmények, és így aztán a nagy közösség egészen is egymásra talál, miközben rengeteg vendéget láthatunk itt a városban, akár a határon innen, akár határon túl, akár magyar, akár pedig külföldieket is szép számmal találhatunk Székesfehérváron ebben az időszakban. Szakartam is kérdezni, hogy mennyire lett híre már a királyi napoknak, illetve ez a kényszerszünet, ami most néhány évig volt, ez mennyire befolyásolja azt, hogy kik találják most meg, vagy kik választják programnak, hiszen tudjuk, hogy az ország tájegységeinek, városoknak vannak nagyon jellemző és visszatérő nagy ünnepeik, fesztiváljaik. Bent vagyunk most már azért mi is gondolom a köztudatban, hiszen akár a szertartási játékot, akár a táncfesztivált nézzük, ez rengeteg Fehérváron kívülről érkező vendéget is vonz, ami gondolom azért a város gazdaságának sem mindegy. Pontosan így van, tudjuk, hogy a turizmus az a gazdaságnak egy nagyon fontos eleme, akár a szállásadóknak, akár a kávézóknak, éttermeknek, üzemeltetői szempontból ez egy fontos időszak, és azt is érzékeljük, hogy van is ennek turisztikai értéke már. De nagyon magas kihasználtsággal mennek a szálláshelyek, amik nyilván aztán hatnak a mindennapok belvárosi forgatagára, de olyanokkal is találkoztam, akár ezen a hétvégén is, akik nem közvetlenül Fehérváron szállnak meg, viszont ide jöttek be a programokra, rendezvényekre, és találkoztam visszatérőekkel is, akik pedig azt mondták, hogy ők minden évben úgy alakítják a szabadságukat, hogy azt itt töltsék ebben a városban. De hát most fogadtam éppen nem olyan régen egy kis közel 20 fős fiatal csapatot, akik a Rákóczi Szövetség táborában vannak itt a városban, és a koronázási szertartásjáték keretében gyakorlatilag egy színi táborban vesznek részt. Közülük többen már visszatérő fiatalok, szerintem ez is egy nagyon-nagyon szép része annak, hogy itt az volt a célunk, hogy egy kicsit ezt a történelmet is megmutassuk, de azt is megmutathassuk, ez ma is egy szerethető, élhető, modern város. Most is egy gyönyörű környezetbe ülünk, azt hiszem adott minden ahhoz, hogy az emberek itt jól érezzék magukat, és ebből a szempontból ez igaz a fehérváriakra, a Fehér megyéből ide látogatókra, de a távolabbról érkezőkre egyaránt. És hát az idei év különlegessége, hogy aranybulla emlékév van. Ez az ünnepi programokra mennyire és miben nyomja rá a bélyegét? Mire számíthatunk majd augusztus 20-án? Ez egy nagyon megfogható 800 éves, tehát nagyon kerek évforduló. Sajnálhatjuk persze, hogy magát az aranybullát azt nem tudjuk kézbe venni, hiszen a történelem viharai elsodorták, de tudjuk, hogy ennek ebben a város szerepe nagyon fontos. Egyrészt, mert itt bocsátották ki, másodszorban pedig magában az aranybullában vannak olyan részek, amik kifejezetten Fehérvár vonatkozásában fontosak.
Ugye ez egy jogtörténetileg is nagyon fontos, a világ jogtörténete szempontjából is dokumentum, hiszen számos nagyon fontos alapelv van benne. Az egyik például a királynak távollétében a nádornak évről évre meg kellett hallgatni a panaszosokat. Azért valaki belegondol, ez ma persze olyan természetesnek tűnik, de 800 évvel ezelőtt különösen egy uralkodó esetében ez egyáltalán nem volt magától értetődő, és eznek mindig itt kellett történnie a városban, Székesfehérváron. De hát a tekintetben is az aranybulla ugye irányt mutat, hogy azt mondja, hogy a Szent Istvánra, mint a Szent Királyra itt Fehérváron illik ünnepelni és emlékezni, így lesz ez most augusztus 20-án is. De hát közben megújult az aranybulla emlékmű és környéke, ahol azért nagyon sokan járnak, megint csak visszautalva, hogy vendégeink közül is kíváncsian felkeresve ezt a helyet. Van egy gyönyörű kiállítás a múzeumban, ami ugye még augusztus végéig látogatható, szerintem érdemes megnézni. Ez is több tekintetben az aranybullára is egyébként hat vagy a tekintetben azt is bemutatja, vagy azt a korszakot is bemutatja nekünk, úgyhogy természetesen ez most egy különleges esztendő, az aranybulla emlékév keretében pedig különleges időszak. Ugye elhangzott a megnyitón, hogy annak idején egy néptáncfesztivállal indult, egy nemzetközi néptáncfesztivállal, és hát ez teljesedett ki. Nyilván enélkül a tánc nélkül elképzelhetetlen is lenne, de most már olyan széles a programok sora, hogy az is feltehető, hogy van-e kedvenc esetleg, vagy olyan, amelyiket egy polgármester jobban a szíve csücskében érez. Én azt érzem mindig a legfontosabbnak, és akkor mosolygok úgy magamban, meg nem csak magamban, leginkább, amikor sétálok a belvárosban, és mindenhol embert látok, és tele vannak a teraszok. És amit szerettünk volna megvalósítani, hogy az egyébként nyára néha kiürülő Fehérvár ne ürüljön ki a nyári időszakban, és inkább megteljen élettel, azt szerintem sikerült elérni, és amikor lát az ember családokat, baráti közösségeket, találkozási pontokat, akkor az talán még izgalmasabbá teszi ezt az időszakot, és aztán ez mindig hoz újabb és újabb elemeket. Ugye most nem tudtunk nemzetközi néptáncfesztivált szervezni, hiszen bizonytalan volt fél évvel ezelőtt, hogy majd hogy lehet ezen a nyáron utazni, de az Alba régiának köszönhetően sikerült meghívni a legjobb együttesek közül több hivatásos együttest is itt ebbe a városba, ami szerintem megint egy kuriózum, mert ilyen minőségű gála gyakorlatilag még soha nem volt, mint ezekben a napokban, és hát közben azért nyilván szeretjük a sportot, emlékezzünk meg, hogy sportos programok is voltak, lesznek, hiszen a jégkorong csapat részben bemutatkozót tartott, részben a BL trófeát sikerült erre az időszakra elhozni, és úgy hallom, hogy esetleg még augusztus 20-án is majd megtekinthető lesz. És hát talán most már arról is beszélhetünk, hogy ha minden igaz, akkor a Köln-Vidi első mérkőzést majd egyébként az Icsi színpadon lehet óriás kivetütten is követni csütörtök este, mert hogy minden arról szól, hogy az emberek jöjjenek össze, és hát nem vagyunk könnyű időszakon túl, hiszen a pandémia szerintem mindenkit, és különösen a közösségeket megviselte, mondjuk ki. És hát tudjuk, hogy az előttünk lévő hónapok sem egyszerűek. Ugye egy gyalázatos háború zajlik a szomszédunkban, annak minden emberi és gazdasági gyötrelmével és következményével, és azt is érzékeljük, hogy ez nyilván hat ránk is, hat akár Fehérvárra is. Tehát nem mindegy, hogy ebben az időpontban is tudunk-e az élet szép részével is foglalkozni. És azért egy jó találkozás, egy jó beszélgetés, azt szerintem igenis nagyon sokat tud adni az egyénnek is, baráti közösségeknek, családoknak, vagy akár intézményeknek, kulturális civil szervezeteknek, és mindenki kiveszi a részét, mert azt hangsúlyozzuk, hogy sok-sok száz ember vesz részt abban, hogy a királyi napok olyan legyen, amit mi szeretünk, és civileknek és intézményekhez tartozó embereknek egyaránt nagy köszönet. Ők nagyon sokat dolgoznak akkor, amikor adott esetben mi pedig éppen jól érezzük magunkat. Köszönjük szépen, polgármester. Köszönjük szépen, és hát ez volt a végszó, hiszen olyan vendégeket hívtunk a mai beszélgetésre, pont akik rengeteget dolgoztak azért, hogy ez ilyen legyen, úgyhogy akkor találkozunk a további programokon is. Köszönet és hála nekik, és természetesen a média szereplőinek is, hiszen ti meg hírt visztek ezekről az eseményekről, így biztosítva, hogy mindenkihez eljusson ennek a híre. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. És akkor a következő vendégünk a fesztiválhoz, az ünnepi programsorozathoz tényleg már elmaradhatatlanul hozzátartozó Katona Zenekari Fesztiválról is fog beszélni. Kétféle minőség, az összekötő kapocsa a zene. Szeretettel köszöntjük Ruf Tamást, aki az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója, és hát a másik minőség is nagyon fontos, a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar vezető karnagya.
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Így van, reggel kicsit egyeztettünk, érezted, hogy melyik minőségben leszel inkább jelen, hogy vegyél le egy ilyen ruhát, mondtam, hogy azért jó, mert tényleg ez nagyon látványosan demonstrálja az egyik fajta tevékenységet, illetve azt, amit jelen lesz a fesztiválon. Úgyhogy kezdjük is ezzel a Fricsai Katonazenekari Fesztivállal, amely egy kicsit más most, mint az előző években, de gondolom ugyanúgy az egyik fénypontja lesz ennek az ünnepség sorozatnak számotokra mindenképpen. Így van, azt gondolom, hogy nagyon hosszú várakozás előzte meg ezt a fesztivált, hiszen pontosan 2 Fricsai fesztivál elmaradt a pandémiás időszak miatt, úgyhogy kimondani is nagyon nehéz, de 2019-ben találkoztunk itt utoljára, akkor a Városház téren, és most 2022 van, szóval tulajdonképpen 3 év várakozáson vagyunk túl. Mindig nagy öröm, amikor a vendéglátó házigazda zenekarként más városokból is üdvözölhetünk itt kollégákat. Idén Veszprémből, Kaposvárról és Tatáról érkeznek katonazenekarok, és természetesen megmutatják a saját önálló arculatukat is, és együtt is fogunk zenélni. Örömteli egyébként, mindenképpen szeretném ezt megosztani mindenkivel, hogy bár a pandémiás időszak összességében szakmailag is, humánus szempontból is nagyon megviselte az embereket és magát a katonazenész társadalmat, és mégis egy örömteli bővülésen vagyunk túl, hiszen a vidéki katonazenekarok és a budapestiek is együtt egy létszám növekedésen estek át. A vidéki zenekarok egyenként, zenekaronként 5 fővel tudtak bővülni, a budapesti központi zenekar pedig 10 fővel. Én azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az összes nehézség ellenére van egy örömteli fejlődés a szakmában. Székesfehérváron nagyon nagy hagyományai vannak a katonazenének, és Székesfehérvár közössége nagyon szereti ezeket a fesztiválokat. Mire számíthatunk ebben az esztendőben? Azt hallottam, hogy közös örömzenélés lesz. Ami nagyon érdekes még, hogy nagyon sokféle zenei stílust felszoktatok vonultatni ezeken a fesztiválokon. Tényleg mire számíthatunk ebben az esztendőben? Szerdán kezdődik a program, ugye? Most egy kicsit meglettem fogva ezzel a szerdával, szerintem csütörtökön. Csütörtökön. Csütörtökön, 18-án. 18-án 17 órakor a Zicsi színpad előtti téren fogják látni a kedves nézők a katonazenekarokat. A 4 katonazenekar együtt fog fellépni, gyakorlatilag közel 120 fős katonazenekarról beszélünk. Azt gondolom, hogy azért annak megvan a maga varázsa, amikor szabad téren zenél egy zenekar, és az a 120 fő már meg is szólal szépen, tehát egy nagyon szép zenei élményre számíthatunk. És ahogy említettem, a zenekarok meg tudják mutatni az egyéni arculatukat. A közös műsorokat most kifejezetten így a magyaros vonulatra fűztük fel, ezzel is egy kicsit így kapcsolódva az Aranybulla emlékév programjaihoz, hiszen azt gondolom, hogy ha valaki, akkor a katonazenészek, a katonazenekarok mindenképpen méltóképpen tudják a magyar zenei létezésünket reprezentálni, azon belül pedig a katonakultúrát közvetíteni, népszerűsíteni. Sose hiányoztak a show elemek, volt, hogy Michael Jackson is táncolt ugye katona zenekarra itt a fehérvári belvárosban. Számíthatunk-e most is efajta meglepetésekre? Hát meglepetésre mindig lehet számítani. Igen, tehát készülünk olyan dologgal, tehát szeretnénk megmutatni most egy olyan világot, ami azt gondolom, hogy kulisszatitoknak is nevezhető. Mindenki kérdezte, hogy mit csinált egy zenekar a pandémia alatt. És akkor én azt szoktam mondani, hogy itt nem az a kérdés, hogy egy zenekar mit csinált a pandémia alatt, hanem hogy a katonazenekar mit csinált a pandémia alatt, mert azért ez egy tényleg egy különleges zárt világ. Ebbe szeretnénk egy kis bepillantást engedni a nézőknek. Szimfonikus zenekar tekintetében mikor találkozhatunk velük? Különös és érdekes egybeesés, hogy ugyanazon a napon, tehát augusztus 18-án 17 órakor Zicsi Ligetben, a Zicsi színpadon katonazenekari fesztivál, és 18-án 19.30-kor a Bartók Béla téren pedig a szimfonikus zenekar évadnyitó hangversenye következik. Ez is kapcsolódik egyébként, azt gondolom, hogy a beszélgetésünk elejére szeretnék reflektálni, hogy most
egyenruhában nyilatkozom katonakarmesterként, avagy civil ruhában nyilatkozom igazgatóként. Ez egy olyan csodás egybeesés, hogy azt gondolom, hogy a zene van mindenek felett. Azt szoktam mondani, hogy a zene az a legfőbb közös nyelv. Hogyha akár a szimfonikus zenekart, akár a katonazenekart most holnap ledobnánk, idézőjelben Japánban, és zenélnénk, azt értenék az emberek, és szeretnék, és örülnének neki. Bízom benne, hogy tapsolnának is. Ugyanezt meg tudjuk tenni Amerikában, Európa bármelyik részén, Ázsiában. Tehát bárhova a földre elmegy egy zenész, legyen az hivatásos katonazenész, komoly zenész, népzenész, azt az emberek értik, mert érzik. Ez gyakorlatilag a lelkünkből szól, a szívünkön keresztül tudjuk megszólítani az embereket. És éppen ezért egy nagyon-nagyon fontos pillanat szerintem a városban, hogy tud közelíteni egymáshoz ez a két kulturális intézmény. Ez meg fog jelenni egyébként az évadnyitó hangversenyen, mert ezt nagyon sokáig meglepetésként kezeltük, de most már biztos... Egy újabb kulisszatitok, hogy a Fricsei Fesztivál után közvetlenül gyakorlatilag még egy szusszanásnyi idő sem lesz a katonazenészeknek, amikor ők már közreműködnek a szimfonikus zenekar évadnyitó hangversenyén. És ez egy nagyon-nagyon komoly emlékezés a nagy elődeinkre, hiszen Beethoven csataszimfóniáját fogjuk előadni közösen, és ez két dolog miatt érdekes. Az egyik, hogy a pandémia miatt gyakorlatilag elmaradt egy nagyon komoly megemlékezés itt Beethoven 250-es évfordulója kapcsán, úgyhogy ezt most pótoljuk. És ami érdekes, hogy ezt a Beethoven csataszimfóniát egyébként annak idején Magyarországon Fricsei Richard dirigálásával mutatták be itt Székesfehérváron. Tehát azt gondolom, hogy megint egy olyan kapcsolódási pont, ami szerintem egyszer van az életben egy helyen, és ez itt van Székesfehérváron, a Királyok városában. Köszönjük szépen. Még az jutott eszem, hogy az Albarigia szimfonikusok évek óta nagyon komolyan dolgozik azon, hogy a közönség és a zenekar, a közönség és a zene közt esetleg lévő falak leomoljanak, mert sokan még mindig úgy gondolnak egy szimfonikus zenekarra, mint hogy frakba meg szép ruhába öltözött hölgyek zenélnek, és a közönség elegáns távolságtartással tapsol. Rengeteg programotok van, ahol megpróbáltok közel kerülni a közönséghez. Van már, és a zenét teljesen is. Más. Tehát, hogy ezt már sikerült elérni, hogy a zenére is és a zenekarra is máshogy gondoljanak, és gondolom ez a királyi napok, ez tökéletes apropó, hogy ez még jobban megtörténjen, és gyakorlatilag tényleg testközelből élvezhessék a zenét. Így van, ez egyébként ez nem csak a mi zenekarunk sajátja, hanem az összes hivatásos szimfonikus zenekar ezen dolgozik, hogy ezek a falak ne legyenek. Akár valós falak, akár csak a képzeletünk építette falak, de hogy valójában testközeli legyen, és ne egy elefántcsonttoronyba vonult önálló művészeti egységként gondoljanak ránk, hanem valóban hozzuk közel az emberekhez a zenét. Ezt tulajdonképpen minden korosztállyal tesszük, minden korosztályt bevonunk ebbe, a legkisebbektől a legnagyobbakig, akár a bölcsődés, óvodás korosztálytól a nyugdíjas korosztályig igyekszünk mindenkit úgy megszólítani, hogy valóban testközeli legyen. Értem ezt alapvetően a klasszikus komoly zenére, de értem ezt a kortárs zenére is, hiszen ez egy komoly program és kihívás, és azt gondolom, hogy egy fontos küldetés, hogy magát a kortárs művészetet és a kortárs művészeten belül a kortárs zenét is hozzuk vissza az emberekhez, mert ott aztán tényleg komoly fal épült, mert azt mondja, ugye az előbb mondtam, hogy a szívünkből szól ez a zene, és az emberek szívét kell, hogy megtaláljuk a zenéléssel. Hát azért a kortársban néha történtek olyan dolgok, amikor az ember azt mondta, hogy na, köszönöm szépen, én ezt inkább nem szeretném meghallgatni. Na most ezek a falak úgy látom, hogy nagyon-nagyon szépen kezdenek eltűnni itt Székesfehérváron mindenképpen. És azt gondolom, hogy nem kis szavakat, vagy nem túl nagy szavakat használva azt mondhatom, hogy tényleg az ország figyelmét élvezzük ebben a témakörben. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és mindezt elmondt, és nagyon várjuk ezeket a koncerteket, biztosan nagyon érdekesek és izgalmasak lesznek, hát még a hatás, amikor ennyi csodás zenés összeáll, nem is szaporítom tovább a szót. Köszönjük szépen Ruf Tamásnak. Köszönöm, szeretettel várunk mindenkit a programokra. Köszönjük, ott leszünk, és a
műsort is folytatjuk természetesen, mégpedig egy olyan vendéggel, akivel most nem egy konkrét programon, hanem az egész fesztiválról tudunk beszélni. Itt van jaj, de nagyon jó, köszönöm. Szia, igaz, Kriszta. Mivel szeretnél kezdeni? Azt hiszem, hogy nagyon hosszú a sor. Hát bármiről, bármeddig tudok beszélni, ami a Királynapok rendezvényt illeti egyébként, de... Igen, sok mindenen már túl vagyunk, de sok minden van még előttünk. Ahhoz képest azt akartam mondani, hogy igaz, Kriszta vendégünk, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központnak a vezetője, és hogy tulajdonképpen nagyon kisimultak és kipihentnek látsz, pedig gondolom már 4 nap kőkemény munka, csak itt a fesztiválon, most az előzeteseket hagyjuk is, vagy a megelőző szervező munkát, és még van legalább 5 ugye hasonló, de úgy tűnik, hogy jól bírjátok, vagy jól bírja a társaság. Hát kénytelenek vagyunk jól bírni. Igen, nem kis feladat egy ilyen 10 napos fesztivált összeszervezni. Nagyon sok társszervező van ugye benne, mint ahogy itt a kollégák is már beszéltek. Nem egyszerű helyzet, az előkészítő munka sem egy egyszerű folyamat. Amikor kiépül a rendezvény helyszín, az sem egy egyszerű folyamat. Amikor elindul, már az sem egy könnyű időszak nekünk. Próbálunk talpon maradni. Nem egyszerű, de egy jó kávé, egy kedves mosoly mindig jól jön, ami segít nekünk. Mosolyok azért vannak bőven Székesfehérvár belvárosában az elmúlt napokban, én úgy látom. Milyen ez programszervezőként, amikor ki tudsz menni a helyszínre, és éppen mondjuk van 2 perced úgy igazán figyelni arra, hogy mi történik, amikor látod tényleg, hogy szeretik, amit csináltok. Ez nem is igazából csak 2 perc, mindig figyelünk. Én mindig figyelek az emberekre, tehát azért szervezzük ezeket a rendezvényeket, hogy ahogy mondod, meg ahogy beszélünk, mindig róla mosolyokat lássunk, és mindenki jól érezze magát. Mindenki találja magának olyan programot az egész programsorozatban, ahol ki tud kapcsolni, ahol jól érzi magát, ahol el tudja hozni a családot, a rokonságot. Sokan ugye úgy tervezik már a nyaralást, és úgy hívják meg a rokonokat Székesfehérváron. Igen, ebben a 10 napban érdemes Székesfehérváron tartózkodni. Úgyhogy igen, én mindig nézem, nagyon sokan meg is ismernek, főleg az óriásbábok miatt, amikor ugye kísérem az óriásbábokat, sokan jönnek oda hozzám, azt mondják, hogy köszönik, vagy gratulálnak. Ez az, ami egyébként rendezvényszervező oldalról motivál minket, és mindig ad egy kis plusz lökést és egy kis doppingot, hogy jó az, amit csinálunk, és van értelme annak, amit csinálunk. Ugye a legtöbb vendégünkkel tényleg tudunk egy-egy konkrét eseményről, programról beszélni, ti mindegyikben valamilyen szinten benne vagytok, és azért is jó, hogy itt vagy, mert tényleg arról a hátországról is beszélhetünk, ami nélkül nem jönne létre egy ekkora ünnep sorozat, fesztivál. Körülbelül adatot tudsz mondani, hogy hány ember dolgozik azon, hogy ez itt ilyen színes és színvonalas legyen? Hát, hogyha a háttérről kell beszélnem, akkor nagyon fontos megjegyezni, hogy azok a végemberek, akiket én így hívom magunkat egyébként, akik itt mozgolódnak is, mint kis hangyák szaladgálnak, akár a színpad körül, akár szállításban, akár építésben, akár egy biztosítási terv előkészítésében, hiszen itt nagyon fontos adminisztrációs, dokumentációs dolgok is vannak. Helyszínen is oda kell figyelni sok mindenre, hogy ne csak élmény legyen, de biztonság is a helyszíneken. Úgyhogy szerintem, hogyha mindenkit beleszámolok, és mindenkinek most meg is köszönném egyébként, mert nagyon sokat tesznek bele az emberek, szerintem ilyen 100 körüli létszámmal mozgunk, és nagyon fontos megjegyezni az önkénteseket is, hiszen 50-60 fő közötti önkéntes stáb az, aki segít nekünk. Nélkülük nem is tudnánk működtetni ezt az egészet, nem vagyunk annyian, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Itt a főutcán van egy információs faházunk, ami folyamatosan működik, oda minden kérdéssel lehet menni, itt dolgoznak az önkénteseink, azon kívül, hogy a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában is részt vesznek. Úgyhogy nagyon nagy stáb ez, és nagyon jól működik, szerencsére azt mondhatom. Hogyha most nem mondom, hogy egy programot ki kell emelni, de ami mondjuk akár a nehézségénél, akár a megszervezésének a bonyolultságánál fogva tényleg igazi kihívást jelent, vagy pedig amely olyan élményt ad, aztán ennél fogva, az melyik? Vagy esetleg azért, mert mondjuk most már évekre visszamenőleg olyan sikeres és jó? Hát, hogyha szoktátok tőlem ezt kérdezni, hogy ki kell emelni valamit, ezt mondom, az óriásbábokat kötik hozzám. Tehát én vagyok már az óriásbábok anyja 2013 óta, elég nagy gyerekeim vannak, és most már elég sokan vannak, mert 23 óriásbáb fog itt most már jelen lenni Székesfehérvár utcain augusztus 19 és 21 között. Ez egy nagyon látványos és nagyon közkedvelt program egyébként. 20-án fognak felvonulni az óriásbábok.
Aki Fehérvár, ez nagyon jól tudja, hogy sok minden megnehezítheti a munkánkat, akár útfelújítások, ami nagyon jó, hiszen nagyon jó utaink lesznek, de az eredeti tervezethez képest nem a Királyok parkjától fog, nem a Koronás parttól fogunk indulni az óriásbábokkal, hanem minden majd a Magyar Király előtt állítjuk fel mind a 23 óriásbábot, és vonulunk velük végig. Azért nem egyszerű ezt megszervezni, hiszen kell 23 bábmozgató, akik benne vannak a bábban és ezt gurítják, kellenek karmozgatók, akik mennek mellettük, kellenek táblafogók, akik fogják a táblát, hogy lássuk, hogy melyik báb kicsoda, hiszen vagyunk pár, akik tudják, hogy melyik óriás báb ki, de azért ez még nem teljes. Mondjuk lehet, hogy rajtad kívül mindegyiket pontosan senki nem tudja. De azért a színházból is vannak olyan kollégák, akik tudják, hogy ki kicsoda. És ezért ez fontos, ugye? Tehát nekünk az óriásbábokkal nem csak látvány célunk van, hanem küldetésünk is, hogy megmutassuk azokat a királyainkat, tudjanak róla az idelátogatók, a fehérváriak is tudják, ki kicsoda. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy ilyen kiemelt program, hogy itt végigvonulunk a belvároson, és most egészen a koronázó térig fogunk vonulni a 23 óriásbábbal, hagyományőrzőkkel, néptáncosokkal, zenészekkel. Ez egy izgalmas, látványos dolog. Élő sakk is lesz. Tessék? Élő sakk is lesz. Élő sakk, igen. Az élő sakk is egy olyan program, ami szerintem Fehérváron kiemelkedő, és az országban is, hiszen augusztus 21-én az Icsi-ligetben bemutatjuk a Jeruzsálemi című előadást. Ugye Arany Bulla emlékév van, második Andráshoz kötünk mindent, és az óriás sakk is erről szól. Itt középiskolás diákok játszanak le ezen a sakktáblán, egy nagy 100 négyzetméteres sakktáblán, egy olyan valódi sakkjátszmát, aminek a dramaturgiája bemutatja egy-egy csatát, egy-egy ütközetet, egy-egy királynak az életét. Úgyhogy aki sakkozni szeret, annak is jó, mert látja ezt, mint egy igaz élő sakkban. Ezt mindig azt szoktam mondani, hogy a Harry Potterben van a varázsló sakk, amikor az élő figurák mozognak a sakktáblán, és itt is élő figurák jelmezben mozognak a sakktáblán, koreográfiával is lejátszva az egész sakkjátszmát, és magát a sakk csatát is. Hát biztos sok gyerek van, családomból is tudok példát, aki mondjuk a Harry Potter hatására kezdett egyáltalán a sakk iránt érdeklődni, és ez egy tényleg nagyon vonzó dolog így közelebb hozni hozzájuk a sportot. Az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy milyen időjárásért imádkoztok, amikor van egy ilyen nagy fesztivál előtti szervező munka, mert van a nyilván a nagyon rossz, akár a szél is, ha már az óriás bábokat emlegetted, meg van a talán már túl jó is, bár most mi itt így kellemes árnyékban beszélgetünk, de gondolom úgy vagytok vele, hogy ez a 30 fok fölötti hőmérséklet, ez már az a kategória, amit még épp hogy el lehet viselni. Nem tudom, hogy reménykedtek-e a fesztivál ideje alatt valamiféle enyhülésben vagy csodában. Csodában reménykedni mindig lehet. A csodát befolyásolni nem lehet. Sok mindenre képesek vagyunk, varázslók még nem. Az időjárás egy olyan körülmény, amit még mi sem tudunk megváltoztatni, bármennyire készülünk fel. Folyamatos kapcsolatban vagyunk egyébként a meteorológiai szolgálattal. Látjuk, hogy mi várható. Ugye ez, amit említettem, biztonsági szempontból kiemelten fontos. A szél jól esik egy kisebb szellő, amikor felfrissíti a forró belvárost, de a nagy szélnek sem örülünk, az esőnek örülünk, a mezőgazdaság és minden miatt, de ne akkor esen, amikor a rendezvény van éppen. Vagy a betóra ne, igen. Tehát éjszaka, hogyha esik nagyon sok, azzal semmi probléma nincs. Ez az, amit nem tudunk, Zoli, befolyásolni, fel tudunk rá készülni. És hogyha programon kell változtatni, akkor értesítjük a kedves közönséget róla. Reméljük minden a megszokott rendben megy majd még 5 napig. Köszönjük szépen, Krisztina. Köszönöm én is, és mindenkit várunk szeretettel. Köszönjük. Köszönöm. És kitartást kívánunk ennek a rengeteg embernek, aki dolgozik a fesztiválon, és folytatjuk akkor még pedig színházzal a következő vendégünkkel, aki Nagy Judit, a Szabad Színház vezetője, és akivel nyilván beszélünk arról, ami lesz, meg egy kicsit arról is, ami most sajnos is nagyon sokaknak hiányzik, ez a középkori városi forgatag, ami a ti előadásotokban tényleg százokat, ezreket mozgatott, meg vonzott be, kisgyerekek imádták nyilván. És hát a mi kollégánk, ugye Szabó Miklós Bence, aki pedig egyfajta gyakorlatilag frontembere volt ennek, végig pörögte ezerre mindig ezeket az előadásokat. Hát most részben az ország alma körüli tér, értve a városháza felújítása miatt sem lehet ez meg, de gondolom ti is szívesen gondoltok vissza azokra a fesztiválokra, amikor gyakorlatilag reggeltől estig szolgáltattátok ezt a középkori forgatagot. Igen, ez egy megélt középkori piactér volt.
ennek minden szépségével együtt és érdekességével együtt, és nyilvánvalóan az emberek nagyon szerettek átsétálni a középkori párakapu alatt, különösen, hogyha nagyon meleg volt, ugye csöpögő ruhák alatt, egy olyan hangulatot adott az egész térnek, ami azt gondolom, hogy országszerte, vagy akár Európa szerte is egyedülálló tud lenni, bár most Firenzébe gondolkodtak, a polgármester gondolkodott, hogy a száradó ruhákat a szűk utcákból beszedik, mert a turisták nyakába csöpög, de nálunk meg épp keresték ezt az élményt. Úgyhogy persze, szívesen gondolunk vissza, hát én majdnem elájultam igaz Krisztával együtt, amikor kiderült, hogy fölállványozzák a Városházát pont az évfordulós emlékévre. És hát abban reménykedtünk, hogy attól, hogy fölállványozzák, talán elé lehet állítani a falat, de hát nem lehetett, mert az is építési terület, úgyhogy most ebben az évben a középkori piasztér, legalábbis a Városháztéren kimarad. Viszont lesz egy másik produkciónk 21-én vasárnap. Szabad színház nélkül akkor nem lesz szerencsére koronázási ünnepi játékok. Mi az, amivel készül a csapat? Mikor tudjuk megnézni ezt az előadást? Hogyha jól tudom, akkor Nagy Judit te rendezed, de viszont Adorján Viktor produkciójáról van szó. Igen, igen. Ebben a történelmi hagyományőrzésben, vagy színházi hagyományőrzésben Viktorral már nagyon régóta dolgozunk együtt. Jó néhány fejezetét ő írta az úgynevezett Pannon meséknek, amely eredetmondákat, legendákat, regéket dolgozott fel. És hát amikor az Óriásbábok megérkeztek Székesfehérvárra, az Óriásbábokhoz is a Viktor írt annak idején történeteket a Vörösmarty Színház megbízásából. Most pedig ugye Viktorral nagyon régóta készültünk erre az emlékévre tulajdonképpen. Mi már szerettünk volna idővonalat csinálni, egy felkészítő éveket és egy csomó dolgot, hogy szellemileg készüljön fel Székesfehérvár is, Magyarország is erre a nagyon könnyen megegyezhető történelmi dátumra. Azt hiszem, hogy a kettes történelem érettségi mindenkinek megvan, mert ezt a dátumot senki sem felejti el. És hát 2022-re a Színtér Egyesület, amely fenntartója immáron 32 éve a Szabad Színháznak, felkérésére írta már tavaszra a Dorján Viktor, de hát akkor ugye áprilisban még elég hideg volt ahhoz, hogy szabadtéri előadást létre lehessen hozni, és akkor az a döntés született, hogy akkor legyen ez majd nyáron, és a középkori piactéren, a Pannon mesék sorozatban ez meg tud jelenni. Ez a mese ezúttal egy látomásjáték, egy történelmi látomásjáték. Hát azt a 800 évet gyakorlatilag ilyen lóugrásokkal íveljük át. Nagyon nehéz, és Viktornak is nehéz dolga volt, hiszen ezúttal nem egy eredetmondát, egy legendát, vagy egy érdekes király történetet dolgozott föl, hanem a 800 évet a szuverenitás szempontjából. És a magyar államiságnak, a korona országának a gondolatát átvinni egy középkori farszjátékban nem egyszerű. Sem szöveg, sem megvalósításban, úgyhogy megküzdünk vele. Szeretitek a kihívásokat? Igen, szeretjük a kihívásokat, de azért nem egyszerű, nem egyszerű színpadra állítani középkori farsz műfajban érthető módon, egy gyerek számára is érthető módon ezt a gondolatot. És hát megkíséreljük ennek ellenére. Nem lesz vége azzal, hogy ez az ősbemutató 21-én az Áron Nagy Lajos téren, a Fehérvári Civil Központ előtt, lánykori néven Technikaháza előtt megvalósul, hanem visszük ezt még a megyébe is, ezt a látomásjátékot, történelmi látomásjátékot, amely tulajdonképpen keretbe foglalja az elmúlt 800 évünket, az államiság, a hatalom megosztás, a szuverenitás szempontjából. Ahogy beszélsz róla, nekem egy kicsit így bevillant az élőképes krónika. Hasonlít rá? Tehát valami hasonlóra számíthatunk? Stílusában mindenképpen. Uh-huh.
tehát a középkori farszjátéknak a bumfordi elemeit, humoros, derűs elemeit használja, de maga az alapgondolat, a fősodor, és ahova az egész előadás kifut, az egy nagyon súlyos gondolat, és nagyon fontos gondolat. Hogy ez átjöjjön, ehhez tényleg a színészeknek is meg kell küzdeni, és Bencének is meg kell küzdeni a Viktor szövegeivel, mert azért ezen az archaikus magyar nyelven beszélni, ott majd egy órát, az nem kis kihívás. Még szerencsé, hogy tud beszélni, Bence, azt azért tudjuk, és láttuk már számos előadásban is. Említett, hogy a helyszín ugye a civil központ előtti tér lesz, mennyire lesztek közel a közönséghez, és lesz-e esetleg valamiféle interaktivitás, hiszen a ti produkcióitoknak azért ez rendszeresen része, még ha ezúttal nem is egy piaci vigasságról van szó. Nagyon is lesz interaktivitás több helyen is, hát ezt nem árulok el, minden részletet fogunk adót szedni, meg fogjuk kérdezni a közönséget, fogjuk őket kicsit történelemből vizsgáztatni, szóval lesznek derűs jelenetek, de senkinek nem kell ettől megriadni, nem inzultáljuk a közönséget, sőt, csak derűsen megszólítjuk, és hát van egy nagyon szép eleme is, hogy a Hungarikum zenekar fogja kiegészíteni ezt a produkciót. Kremnicki Géza és Mudris Anett, Anettnek a gyönyörű hangján szólalnak meg majd a magyar szűzmáriás népi énekek, és azt gondolom, hogy hát az égi szín megjelenítése ezen az ősi életfán, ősi gyökerekből táplálkozó színpadon mindenképpen felemelő érzés lesz a közönség számára is. Köszönjük szépen, Nagy Judit, hogy eljöttél hozzánk, és mindezt elmondtad nekünk. Köszönöm szépen. És akkor még egyszer rögzítsük, hogy ez 21-én lesz, 21-én vasárnap 10 órakor, reméljük, hogy addigra már a gyermekes családok is összetudják magukat pakolni, nem kell félni az esőtől, mert rendelkezésünkre áll a színházterem, tehát eső esetén akkor oda fogunk bevonulni, mindenképpen meg lesz az ős bemutató. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. És hát nagyon érdekes helyzet ez tulajdonképpen. Még a váltás itt megtörténik, hiszen egy történelmi játékról beszélünk, és mondhatjuk úgy is, hogy akár szó szerint az árnyékában lesz majd ez a helyszínét tekintve a nagy-nagy koronázási szertartási játéknak, amely nélkül pedig már elképzelhetetlenek a királyi napok, és itt van velünk egy mondhatjuk királyi vendég, Varga Gabriella, Vörösmarty Színház művésznője. Szia, köszönöm szépen, hogy bejöttél. Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek. Akinek az életében most már hanyadik lesz ez a koronázási játék? Ez a koronázási játék az én életemben a harmadik alkalom lesz. Voltam András felesége, most különben az édesanyját alakítom. Annyi idő azért nem telt el, de mégis. Illetve még kint az Aranybulla helyszínén volt a második alkalom, ugye ez egy rendhagyó helyszín volt akkor Kun László édesanyja voltam. Úgyhogy most ezek az anyai szerepek találtak meg. Látjuk, hogy épül ez az elképesztő méretű színpad, tényleg 30 méteres tornyokkal és 400 négyzetméter játszóhelyen, hogyha jól tudom, mondták, hogy az ország egyik legnagyobb szabadtéri színpada. Mindjárt beszélünk nyilván magáról a tematikáról, de azért színészileg ez egy nagyon komoly kihívás lehet, hiszen azzal együtt, hogy persze ki vagytok hangosítva, kivetítő van, valahogy mégiscsak egy ekkora színpadon jelenlétet varázsolni, azt gondolom nem könnyű. Az nem könnyű, és eznek még ugye az is az érdekessége, hogy óriási színpad, tehát ugye mint egy nagy színpadon egy színészből az jön, hogy azért nyilván itt minél azért többet, kicsit nagyobb gesztusokkal kell játszani, de mivel ez meg van bolondítva azzal, hogy két óriási LED falon teljes, totál közeliket vesz rólunk a kamera, tehát tulajdonképpen nagy gesztusokkal, de mégis filmes módon kell megjeleníteni ezt a karaktert itt a színpadon, de egyrészt különben a szabad tér, az szerintem mindig, most van egy romantikus része, ugye, hogy csillag, és közben repülnek a szúnyogok, de halljuk a háttérbe a motort, de felkapja a szellő a ruhámat, körülbelül ezeket én nagyon élvezem, de nyilván az, hogy ilyen óriási nézőtér van, hát biztos, hogy más energiákat mozgat meg bennünk is színészekben. Úgyhogy én ezt mindig örömmel vállalom. Az energiák már pedig mozognak minden ilyen előadás alkalmával, és nagyon érdekes, hogy tényleg hatalmas a nézőtér, de hogy onnan is nagyon-nagyon lehet érezni ezt. Most pedig a történet az nagyon vérzivataros időszakot, egyáltalán nem nyugalmat fog sugározni. Hát nem. Szól?
Ilyen összegző előadás is, ugye tulajdonképpen ennek megvan egy picit, hát az előnye is, meg a hátránya is, ezt csak abból a szempontból mondom, hogy az én karakterem is persze, hogy mindenki a sajátját, de szerintem ez egy nagyon izgalmas, összetett női karakter, és tulajdonképpen ilyenkor mindig kettő, maximum három jelenet van arra, hogy ezeknek a stációit, árnyalatai, színeit meg lehessen mutatni. Én úgy ugye az előbb mondtam, az olasz édesanyját, Andrásnak az olasz édesanyját alakítom, Morozini Tomazinát, és egy, hát ő is egy hát elképesztő karakter. Tehát egyszerre nőies, közben a második jelenetben föladnak rám egy páncélt, de ez konkrétan így is történt. Tehát visszahívta az András a fia, hogy segítsen, és akkor konkrétan kiment a csatatérre. Tehát, hogy így azért szerintem ez akkor se lehetett mindennapi, de mostani szemmel aztán meg pláne. Tehát itt szó nincs a szépséges, hosszú hajú, nem tudom, királylány, aki gyönyörű ruhába, hát nyilván olyan is van, megvan ez a része, de hát közben van itt egy elképesztő, hát szinte férfias, bocsánat, ilyen tökös, tehát ilyen nagyon olyan jelenség, aki, hát ezeket nagyon izgalmas ilyenkor utána olvasni is, és hát az, hogy össze kell sűríteni, hogy az előbb mondtam, tehát most erre két jelenet van. Tehát megmutatni az egyik arcát, illetve a másik arcát, illetve az ő kapcsolatukat, ami szintén nem volt mindennapi a fiával, tehát hát ilyen. Tudjuk a történelemből, meg van ilyen mondás is, hogy minden erős férfi mögött ott áll egy még erősebb nő, hát még egy gyenge, vagy egy ilyen tutyi-mutyi férfi, azért a királyunk között sem volt mindenki olyan igazi vezéralkat, és hát azt, amit olvastam az előadásról, meg amit hallottunk, az alapján azért ennek a hölgynek, ugye Harmadik András anyjának legalább olyan erős vezetői képességes, befolyásolási képessége volt, mint magának a fiának, akinek a korona volt a fején. Hát hogyne, tehát segítségül haza is hívta az édesanyját, hogy védje meg, tehát ugye ebben, ez, igen, ez mai szemmel, meg amúgy nem egy ilyen nagyon-nagyon férfias és harcos jellemre utal. Meg ugye az ő eredete, és hát ezt az olvasópróbán ugye Szikora János a rendező mesélte, hogy nem is nagyon ismerték el sokáig, hogy ő vajon Árpádházi-e vagy sem, de aztán a mi olvasatunkban, vagyis János arra jutott, hogy szerinte igenis az volt, hiszen óriási szerelem volt különben az édesanyja és az édesapja között. Tehát itt egy igazi szerelemről beszélünk, ami szintén nem mindennapi ezekben a körökben, hiszen akkor muszáj, tessék, te vedd el őt, meg nem tudom micsoda, de itt megtörtént egy igazi dolog. Aztán korán meghalt az édesapa, tehát tulajdonképpen nem is volt nagyon idő, hogy is mondjam, másfelé kacsingasson Tomazina, úgyhogy, de hát közben még egyszer mondom a fiát, Andrást, azt nagyon-nagyon nehezen akarták elismerni. Van még néhány nap, mennyire állt össze a produkció? Hát tényleg szinte éjjel-nappal próbáltok, ott vagytok, nem tudom, éjfélig, egy óráig. Hát ez így van, meg kell, hogy mondjam, azért két héten keresztül így éjfélig próbálni, éjszakázni, azért akármennyire is nincs reggel 8-kor már próba, azért úgy kimeríti az embert. Szerintem kezd most már összeállni. Tegnap este volt, hogy elejétől a végéig nyilván kisebb-nagyobb akikkal, de már le tudott menni, azért ez ebben az időszakban ez egy nagy dolog. Színészként, hogyha ennyit megoszthatok, ilyenkor szoktam ott tartani, de nem, jó, az hülyeség van. Azt kell csinálni, nem így kell csinálni. Tehát ilyenkor vannak a kis bizonytalan, és akkor szépen azok is az utóbbi pár napban, ahogy mennek az összpróbák folyamatában, miben mennyi idő van, kicsit belakja az ember komfortosabb, és akkor végre az a két jelenet is. Igen, kicsinek tűnik, de tehát ezzel is el lehet bíbelődni, hogy azért, igen, itt pont az, hogy nincs hozzá 30 oldalam, hogy árnyaljak, ugye? Tehát van hozzá 5 mondatom, meg van hozzá 10 mondatom. És azon belül szeretném megmondani, milyen a kapcsolat, stb. Úgyhogy ezekkel el lehet bíbelődni. Biztos nagyon érdekes érzés, hogy tudod, hogy 3 előadás lesz összesen, tehát hogy ez egy olyan munka, ami addig tart, és ott vége lesz majd. Nyilván valami felvétel azért fennmarad egy kicsit az örökkévalóságnak. Másrészt a búcsú, hiszen ez az utolsó koronázási szertartás játék, pedig hát már történelmi hagyománya vált itt. Hát ha ennyit elárulhatok, én hallottam ilyen, hogy azért talán nem biztos, hogy az utolsó, de ezt nyilván még nem tudjuk, hiszen az árpádházi királyok kihaltak, de aztán jönnek az anzsuk, ugye? De ezt nyilván én még nem tudhatom, de hát mi mindenképpen úgy állunk színpadra, és úgy készítjük a produkciót, hogy ez lehet, hogy az utolsó, tehát egy nagy összegző, és igen, ez a 3 előadás, igen, egy kicsit ilyenkor vérzik az ember szíve, de hát el kell fogadni, ez most ilyen így van, és reméljük, hogy az eső az nem fogja, hogy ezt még lerövidíteni ezeket az alkalmakat.
Köszönjük szépen, és hát akkor a hátralévő próbákhoz még erőt, kitartást. Köszönjük szépen. Utána pedig nagyon sikeres produkciót kívánunk. Köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel természetesen az előadásokra. Így van, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Ugye augusztus 19-20-21 a három előadás. És hát ami még hátra van az adásból, az pedig az, ami már javában zajlik, még tart egy kicsit, és Magyaros Andor a vendégünk, akit elhatározta, hogy az első kérdésem, vagy az első megfigyelésem az lesz, hogy milyen a hangod, mert így ezek után, az éjszakai bulik után azért megszokott látszani a nyoma a te fellépéseden is, hogy úgy mondjam, a táncházas bulik után. Köszönöm kérdésedet, és üdvözlöm a kedves nézőket és titeket. Hát kicsit kárcos a hangom, mondhatom, hogy csárlisodni kezdek, és ez azért van, mert minden jó házigazda fesztivál igazgatónak mindenhol is ott kell lenni, és ugye a 0:00-kor kezdődő fészer bulikba, hogyha a fesztivál igazgató nem mutatja a példát, hogy a Galiba vagy a Tilinkó zenekarral hogyan kell nótázni, akkor nem hiteles a házigazda szerepem, úgyhogy ezt a kárcosságot halljátok most. És ez rosszul is esik neked biztosan, hogy ezeken így házigazdaként igen, szenvedek. Van azért, aki kísérje, mert úgyhogy azért fergeteges sikerrel zajlanak ezek a esti táncházas előadások, illetve utána a közös interaktív dolgok. Igen, tegnap nagy örömünkre szolgált az, hogy ilyenkor úgy kiesik az idő, és a Királyi Napok Folk Fesztivál, ami már idén 27 éves, mellőzve ugye a nemzetközi csoportokat, de úgy gondolom, hogy nincs semmi hiányérzete Fehérvár közönségének, hiszen tegnap is hétfő lévén, munkanap lévén itt voltak, és a 600 fős lelátót, illetve a lentit tele volt, úgyhogy azt hiszem, hogy nincs miért panaszkodnunk, és helyére került újra az a fesztivál hangulat, amit eddig akár nemzetközi csoportokkal is megszoktak a fehérváriak. Most azt nézem, előveszem a papíromat, mert már össze-vissza keverem a napokat, de az biztos, hogy lesz Puszták Népe Front koncert, amire készülsz, és gondolom, hogy a hangodat ott még azért igénybe kell venni. Ez a produkció tavaly már láthattuk, ha jól emlékszem, de az volt az első itt Székesfehérváron, pedig hát itteniek vagytok. Igen, a sztori az tartozik, hogy 2018-ban, amikor a Fölszállott a Páva népművészeti televíziós vetélkedőben az Alba Régia adja 2014-es szereplése okán, mint döntők döntőse részt vehetett, és meneteltünk a középdöntőig. Ott volt egy ilyen kihívás így a résztvevők felé a televízió részéről, hogy promózzuk magunkat, és hát mi úgy gondoltuk, mert hál' Isten ez az albásokra mindig jellemző a kreativitás, hogy most nem fogunk néptáncosok révén néptáncolni és felrakni a YouTube-ra, de tudtuk, hogy szeretünk zenélni, van jó hangunk, és egy nagyon jó mezőföldi pesovár gyűjtést átavanzsáltunk egy aktuális popdalra, és annak annyira nagy sikere lett, hogy más következő évben, amikor még a Covid miatt nem tudtunk ugye táncvilágnapi gálaműsort tartani a Vörösmarty Színházba, egy másik, egy Karthágó számot Apáink útján, ami ugye a hagyományőrzés szól, szintén feldolgoztunk, és azt találtuk ki, hogy most már van két számunk, akkor itt már a nagy lemez az már csak 8 szám, és tényleg tavaly debütáltunk ismét a Királynapok Fesztiválunk végén. Nem csak két dal volt, azért én emlékszem. Igen. És most eljutottunk odáig, hogy egy bő 70 perces produkciónk van, és már túl vagyunk 5 fellépésen. Oh, hát tényleg innen az aranylemez, már csak is, egy ugrás. Nem? Bocsánat. Igen, tehát azt akarod, hogy egyébként tele van mostanában a megosztó ilyen kevert műfajú dolgokkal, ezek szerint ebben azért ti is úttörők voltatok, ami pedig hát a néptánc programot, illetve részét illeti ennek a gálának, ugye elmondtuk többször te is, hogy idén sajnos nem lehetett nemzetközi, viszont hát aki igazán szereti ezt a műfajt, attól, hogy az állami együttest, azt, hogy a Duna Művész Együttest ide hozzátok, azt nem mindenki elájulhatott, hiszen gyakorlatilag világszínvonalú együttesekről van szó, akik itt most megmutatták a tudásuk javát, és még megmutatják, hiszen van még hátra ebből a programból is.
Igen, nagy szerencsénk, hogy amikor még a tavalyi év végén a Székesfehérvárossal, polgármester úrral egyeztettünk, hogy most lehet-e nemzetközi vagy nem, még úgy döntöttünk óvatos duhajként, hogy magyar közreműködőkkel fogjuk megtölteni a teret, és szerencsére a tavalyi egy alkalomhoz képest most mind az 5 nap birtokba vehettük a színpadot, és én úgy gondoltam, hogy ezt méltóan olyan tartalommal kell megtölteni, hogy a hazai hivatásos éra krémjét hívom ide, természetesen első nap jogán a házigazda Alba Régiával. Amely azért mondjuk ki, hogy tényleg ott van ezen a szinten, nem? Vagy hát te lehet szerény, mi pedig lehetünk tényleg nézők, szurkolók, műkedvelők, de azért azt látjuk, hogy a ti produkciótok az megállja a helyét ezen a szinten is. Igen, mindenhol ott szoktok kommunikálni az ilyen szöveges tájékoztatóban az együttesről, hogy amatőr az együttes, tehát hétköznapi dolgozók, családapák, tanulók, egyetemisták, de maga a művészeti színvonal az vetekszik a profi hivatásosokkal. Az is látszik, hogy tegnap például a Duna Művész Együttesből 4 kutyánk kölyke is a régi albás műhelyből, mint hivatásos dunástag, ma pedig az államiból szintén 1 régi tanítványunk ott fog jeleskedni, és szerintem nekik is jó érzés, hogy így visszajöttek a városhoz. Székesfehérváriak nagyon-nagyon szeretik a néptánc együttes, és nagyon különleges szerintem, és nem mindenhol van ez így, hogy nem vagytok egy zárt közösség, hanem szívesen látok mindenkit, azt is, aki nem feltétlenül tud úgy táncolni, vagy még hasonlóan sem, mint te, de szereti a népzenét, a néptáncot, és szívesen látjátok mindig. Igen, tehát mi olyan befogadó közösség vagyunk, ez mutatja azt is, hogy itt, tehát mindig azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan székesfehérvári, aki közvetve vagy közvetlenül nem lenne érintett az Alba Régiával kapcsolatban. Ez mutatja azt, hogy egy 250 művészeti iskolás jár hozzánk, a lejjebb a kis tipegők, akik már ilyen 3-4 évesen ismerkedhetnek meg a műfajjal, és netántán utána ők művészeti iskolások lesznek, és ha kitartóak, akkor egyszer csak Alba Régia felnőtt csoport tagjai. Aztán, hogyha elfáradnak, vagy idejük nem engedi, akkor mehetnek tovább a szeniorba, mert tényleg mi egy olyan nagy család vagyunk, akik nem csak így a fellépések kapcsán, hanem például a havi rendszerességű táncházainkban, vagy akár ilyen alkalmakkor, mint a királyi napok, mindenkit szeretettel várunk, és nem éreztetjük fel, hogy ők nem tudnak táncolni, mi pedig talán igen. Hát duplán elfogult vagyok, egyrészt tényleg imádom, amit csináltok, meg az egész műfajt, másrészt az én gyermekem is táncol az egyik csoportotokban, és éppen ma dobott ki a Facebook egy emléket, egy 8 évvel ezelőtti királyi napok, amikor még ilyen kis, hát nem pisisként, de kis hülyéskedős, kis tökösként ott a fiúkkal pózoltak. Mostanra 17 éves fiatalember lett, és én azt látom a táncba bele, hogy ahogy férfivá nőnek, ez a tartásukon, a jellőkön, a közösségi szellemükön is nagyon erős nyomot hagy, hiszen ő is azt látom, hogy gyakorlatilag lubickol ebben, hogy itt barátokra lehet, társakra, és egy olyan erős tartást kap, ami nem csak a táncban jelentkezik. Ha lehetek egy kicsit ilyen pszichológus, nagyon sokszor beszélgetünk a szülőkkel, mert ez a kapcsolat is nagyon fontos, hogy tudják, hogy ránk bizony a gyerekeiket, és nagy terhet veszünk le a vállukról a felvilágosítás terén, ugyanis ez a magyar néptánc a páros tánc révén már korán megtanítja mind a fiút, mind a lányt, hogy férfi-nő szerepeket, az, hogy megfogjuk egymás kezét, vagy egy erdélyi táncba átöleljük a lányt, tehát hogy hogyan kell egymással más nemként bánni, és ez szerintem fantasztikus előny ebből a műfajból adódóan, és mondtad Zoli, hogy fiat 17 éves, és hál' Isten ez is folyamatos a királyi napok 27 éve alatt, hogy az önkénteseink nem másból kerülnek ki, mint az Alba Régia aprajából, nagyjából, és fantasztikus, hogy a fiataljaink, igaz, hogy van ez az 50 órás közösségi ki kell tölteni, valakinek már 5x50 óra is ki van töltve, de mégis szeretnek jönni, mert látják, hogy ők is részesei, és ez jellemző a királyi napok néptánc, vagy illetve folkfesztiválra, hogy valóban házigazda az Alba Régia Tánc Egyesület. Addig nem engedünk el azért, amíg a szerdai én programokról néhány szót nem ejtesz, kérlek. Megijedtem, hogy táncolnom kell. Táncolhatsz is, tánc közben is mondhatod, most van egy kis lehetőség. Igen,
Zoli énekel. Még tegnap előtt kezdődött a fesztivál, de tehát annyira összefolynak a napok, mondjuk ez a fészer is belejátszik. A mai nap az Állami Népi Együttes veszi birtokba a színpadot Kolozsvári Piactéren című fantasztikus előadásával, viszont előtte a táncházba, ugye, hogy minden korosztály kiszolgáljunk családbarát programként, Királyi Gyerek Játéktér 15 órától kézműves foglalkozás, és nagyon kedves barátaink, Linyánszki Tamásék, Sátor Alja Újhelyről a Garagúja Gólyalábas Kompánia fog egy ilyen garabonciás interaktív szórakozást biztosítani szülőknek, gyerekeknek egyaránt, és mondhatom, az új hús így a világzenei palettán számunkra is, meg szerintem így a magyar közönségnek az Au Revoir zenekar fogja birtokba venni a táncház udvarát 22 órakor, majd 00-tól a Galiba veszi át, és a holnap, a záró napon pedig egy elég komplex és nagyon új műfaj, a táncos koncert, Jássák Táncegyüttes, Mindenek Szerelme, és Szalonna is bandája, és Ferenci György és az első pesti rackák kíséretében, majd a méltán híres Puszták Népe Front, és még egy sztorit engedjetek meg, mindig a fiataljaink, így az elmúlt jó 5-6 évben, amikor már vége volt a táncházba a hangulatnak, mindig mondták, hogy Bandi, gyere el velünk a Parabába. Mondtam, hogy megyek, és mire odaértem volna most szeptemberben, Sajnos nem tudtam menni, úgyhogy a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez, úgyhogy Parabából a feelinget, papát és embriót meghívtam, úgyhogy ők csengetik le egy igazi Paraba szellemiséggel a Királyi Napok Folk Fesztivált. Hát fergeteges volt, van és lesz, és akkor kívánjuk, hogy tényleg így is érjen véget. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Az egyetlen vendégük vagy, akit arra kérünk, hogy maradj ott, amíg elköszönünk, mert már nincs váltása. Úgyis igyekeztem megpihenni. Köszönjük szépen, nézőinknek is köszönjük, hogy velünk tartottak, és hát legyenek részesei a programoknak Székesfehérvár belvárosában, hiszen még 5 napon keresztül tart a Királyi Napok számos érdekességgel és különleges programokkal. És mivel Ritának elment a hangja, én köszönök el, viszontlátásra. Viszlát.